2021. november 16-án a polgármesteri hivatal dísztermében az ünnepét a cím birtokosának, dr. Németh Józsefnek örököse, Bodrogi Lívia nyitotta meg. Köszöntve az egybegyűlteket, köztük név szerint is a városunk képviseletében megjelent dr. Filvi Géza polgármestert. Elmondta, édesapja a címet a Sakk Kultúráért alapítvány elismeréseként alapította, a sakk kultúra fejlesztése, terjesztése, népszerűsítése terén nyújtott kimagasló teljesítmények elismeréseként. Cibulka Zoltán a sakk terén végzett tevékenységének, teljes életművének elismeréseként részesült a beavatásban. Dr. Cibulka Zoltán az eddigi eredményei alapján jogosnak gondoltuk a Kaisz Szalavanja cím elérésére. Dr. Cibulka Zoltán, megkérünk, fogadd el a címet, és ezután visel. Nagyon-nagyon köszönöm. A ceremóniát követően az eszperantó nyelv terjesztésében is aktív szerepet játszó sakkozót Seres László, a Bács-Iskun megyei sakkszövetség főtitkára köszöntötte, aki Szabó László elnök távollétében a Magyar Sakkszövetséget is képviselte. Nagyon komoly elismerés, majdnem úgy érzem, hogy egy kicsit életműdíj, hiszen azért az idő az elszállt, az évtizedek elmentek, és emiatt gondolom ez, de így, ha nem is lezárásként, mert azért még szerencsére nagyon aktív vagyok, és szeretnék még nagyon sok mindent tenni a sakkozásért és sakkozás kedvéért is, de azért mégiscsak úgy gondolom, hogy ebben benne van az a sok-sok évtized, amit a sakkozásért tettem. És itt nem hangzott el, de azért mondhatom nyugodtan, hogy illetve azzal kezdem, hogy amikor még a 80-70-es, 80-as években, amikor csak a sakk létezett szinte, nem volt olyan nap, hogy nekem, hogy sakk nélkül telt volna el, és kérdezték tőlem, hogy mit kapok én érte ezen, mennyi pénzt kapok. És akkor mondtam, hogy semmit, ezért nekem nem fizetnek. És akkor mondta, hogy vagy nem mondok igazat, vagy bolond vagyok. Cibulka Zoltán köszöntő beszédében is kiemelte a kalocsai sakkmozgalomban a később innen Szekszárdra elszármazott dr. Németh József kiemelkedő szervező munkáját, akinek tevékenységét szívvel, lélekkel folytatta. Én azt vallom, és picit azért minden sportágban, vagy minden területen igaz az, hogyha van valaki, aki lelkes, és időt, energiát, néha még pénzt is, mert elég sok pénzemet is elvitte a sakk, de hát nyilván örülök, szándékkal tettem, hogy akkor megy, akkor lehetnek eredmények, és abban a pillanatban, amikor ez az egyszemély, általában ez egy ilyen egyszemélyes, van mensók, tőlük függő a dolog, ha leállnak, mint én is, akkor sajnálatos módon a dolgok nem mennek tovább. Tehát erre visszaemlékezem, akkor úgy gondolom, de tegyük hozzá, hogy amit említettem, és hogy a mai életritmus, életstílus egyáltalán nem kedvez ennek pénz, az anyagoknak a hajszolása kényszerből és nem kényszerből, sajnálatosan ezen az oldalon is azért nagyon-nagyon mozgás. Ez nem kezdés a sport és a sakk is azok közé, a sportág közé tevékenység tartozik, ami úgy szépen maradott azon a szinten, próbáljuk ott tartani, ahol még eredmények születnek. 2024-ben Magyarországra tervezik a sakkolimpiát, és többek között ez is buzdíthatja a sakkszerelmeseit városunkban arra, hogy muszáj jövőt biztosítaniuk ennek a sportágnak is Kalocsán. Mint megtudtuk, szerencsére többen támogatják ezt az ötletet. Erősödött egyszer csak az a hang, hogy élesszük fel Kalocsa sakk életén. Mondtam, hogy ha ilyen igény van, akkor tegyük, én is benne vagyok, akár anyagilag is, és akkor elkezdtem rajta dolgozni, gondolkodni, hogy mit lehetne tenni, de egyszerűen nem lehet eljutni odáig, hogy legyen valaki, és ez majdnem mondhatom, hogy egy személy kellene, aki azt mondja, hogy igen, én irányítom, intézem a dolgokat, szervezek, viszem a csapatot, stb. Ha egy ilyen személy lenne, akkor talán lehetne. A rendezvény végén kisebb állófogadás során kötetlen beszélgetéssel zárult az esemény.